Nem is kivezetné egyenesen, kimenekítené Magyarországot az Unióból Türmer Gyula, aki mai beszédében azt mondta, hogy szerint Európa még az antiszemitizmust is ösztönzi. Erről szeretném kérdezni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor talán itt a végén. Tehát, hogy Európa ösztönzi az antiszemitizmust mivel? Nézd, Európa számos országában, tehát nem csak Magyarországon, nem sok országban küzdenek azzal a problémával, hogy nő az idegengyűlölet, nő a cigányság megkülönböztetése, és nő a zsidóság elleni hangulat is. És ez ellen igazából nem tudnak az európai országok mit tenni. Most emögött van persze egy gazdasági háttér, mert amikor válság van, amikor tömegek élnek nehezebben, mint korábban, akkor elkezdenek bűnösöket keresni. Miért azt mondjuk, hogy ez egy nem jó dolog, ezzel nem fel kell lépni, de igazából a gazdasági gyökereket kell megváltoztatni. Na de elnök úr, az, hogy nem tudja tökéletesen felszámolni Európa, mint ahogy a világ egyik országa se, az előítéletet, a rasszizmust, a szegénységet, az nem jelenti azt, hogy ösztönzi. Tehát abból nem következik az, hogy ösztönzi. Ösztönzi, az azt jelenti, hogyha valaki tesz érte. Az, hogy nem tudja megakadályozni, ez még kevés az nem ösztönzéshez. Nem tudja megakadályozni, nem tesz elég lépést. Én azt gondolom, hogy a cselekvés, az aktív cselekvés hiánya, az egyfajta ösztönzést is jelent. De az Európai Unióval nekünk nem ez a legfőbb bajunk, ezt hozzá kell tennem. Akkor ezt a részét zárjuk le, de hogy magyarországi zsidó szervezetek vezetőivel beszélt erről, vagy egyeztettek? Tehát van ebben valami gondolati közösség, vagy ez az ön diagnózisa, hogyha nem tudja megakadályozni, akkor ösztönzi? Hát én azt gondolom, hogy mindenki olvas újságot, mi is olvasunk újságot, és figyeljük, hogy mi van az Európai Unióban, és elég elolvasni mondjuk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának honlapját, amely számos esetben a nyugat-európai országok esetében teszi szóvá épp az antiszemitizmus problémáját. Tehát nem csak Magyarországra küldik el az amerikai antiszemita ügyben illetékes nagyköveteket, hanem elküldik természetesen máshova is. Jó. Tiszteletben tartom, ez az ön diagnózisa. A másik az pedig a kilépés az Európai Unióból. Tudja, hogy ki mondta azt, hogy van élet az unión kívül is, még 2002-ben? Ki mondta? Nem tudom, most mit mondja meg. Orbán Viktornak hívják. Tehát, hogy azért ez furcsa, hogy egy platformra kerülnek ilyen tekintetben a Fidesszel. Nézd, mi azt gondoljuk, hogy ugye van alapvető különbség egy házasság és egy gazdasági integráció között. Tehát én elvehetek egy nőt csupán azért, mert az tetszik nekem. Annélkül, hogy bármiféle érdekem vagy hasznom ebből származna. De egy gazdasági szervezetben nem lépek be csak azért, mert nekem ott hasonló értékek vannak, mert ugyanazt gondolják a demokráciáról, meg hasonló ilyen dolgok. Azért lépek be, mert nem tudok egyedül megoldani bizonyos problémákat, és vélem, hogy majd ez a gazdasági integráció, adott esetben az Európai Unió, majd nekem segít. Ugye 2003-ban, amikor beléptünk, akkor már Magyarország válságban volt. És ezt a válságot a tőkés rendszerváltás idézte elő. A gazdaság akkor a poraiban volt, mert a tőkés rendszerváltás után ön is tudja, 1,5 millió ember az utcára került, és ez a 1,5 millió ember mind a mai napig nem került vissza. Magyarország lakosságának több mint egy harmada olyan helyzetben él, hogy kilátástalan. Aki ma szegénynek születik, a szegényként fog meghalni. Nem tud elmenekülni. Önnek tökéletesen igaza van. Segít az Európai Unió. Hát ezzel viszont már nem értek egyet. Elnök úr, nem ugyanazokat a statisztikákat olvassuk. Tehát Magyarország ma egy olyan Európa nevű nővel él házasságban, csak hogy az ön példáját vigyem tovább, aki 100 elköltött forintunkból 90 forintot finanszíroz. Ez rendben van. Ezt hát akkor hogy beszélhetünk arról, hogy nem gazdasági kölcsönös haszn, még csak nem is kölcsönös. Pénz, én azt nem vitattam, hogy nem jön ide pénz, jön az a pénz. Én azt mondom, hogy ha én segíteni akarok ezen a 3-4 millió emberen, akkor meg kell találni, mivel tudok segíteni. Azzal, hogy nagyon szép városközpontokat építenek, hogy bicikliutakat építenek, hogy sportlétesítményeket építenek, nem teremtünk életesélyt. De akkor a pénz rosszul van elköltve, de arról nem biztos, hogy az Európai Unió tehet. Nem, ez nem így van. Nem a kormány a hülye, aki rosszul költi el, ez egy mese. Az Európai Unió világosan megmondja, hogy milyen területekre mehet ez a pénz.
És nem véletlen, hogy olyan infrastrukturális beruházásokra költ az Európai Unió, ami hát neki is jó, és hasznossá teszi az itt létüket. Mi azt mondjuk, hogy ne óvodákat építsünk meg, ne EU szabvány játékterekre, játszóterekre költsük ezt a pénzt, hanem mondjuk iskolákra, egészségügyre, mert ez a kettő húzhatná ki azt a 4 millió szerencsétlen embert a kilátástalanság helyzetéből, ebből, hogy a szociológusok mondják, underclass állapotból, ami most senki nem tudja. És akkor meddig fogjuk cipelni ennek a 4 millió embernek a gondját? Meddig folyik a kormányok politikája csak úgy, hogy na, adok ide és egy kicsit oda, és egy kicsit a türelmüket valahogy megvásárolom. Hát erről szól a Fidesz politikája is. És mi lesz, ha itt fölrobban egyszer, és kimegy az utcára, mint Görögországba, vagy egyszer elkezd törni, zúzni, mint Ukrajnába? Hát ezt akarjuk? Tudnék önnel vitatkozni, de szereptévesztés lenne a részemről, úgyhogy inkább azt kérdezem, hogy és ha ez a pénz se jönne. Tehát ön azt mondja, hogy rosszul van elköltve, nem óvodára kellene, nem bicikliútra és nem sportlétesítményre elkölteni, meg játszótérre, hanem iskolára és kórházra. Rendben van. De ha nem lenne unió, akkor még ezekre se lenne. Nézd, Magyarország mezőgazdasági ország. Mit támogat ma az Európai Unió? Hogy termeljünk minél több búzát, minél több kukoricát. Ebben soha sem leszünk olyan jók, mint a franciák, meg a németek, meg egyáltalán a nagyok. Mit kellene nekünk termelni, és mit kellene a világpiacra vinni? Mondjuk gyümölcsöket, őszi barackot, kajszi barackot, zöldségeket, állattenyésztési termékeket, mert ebben meg jók vagyunk, de ehhez meg nem jön európai pénz. Miért nem? Azért, mert ebben ők nem érdekeltek. Mi nem tudunk bemenni a kínaiak nagy. A kínaiak ma annyit fognak enni, hogy egyszerűen az egész világ nem fogja őket ellátni. De ebből ki fogunk maradni, mert egyszerűen nem tudjuk ezeket az ágazatokat fölfejleszteni. Mi azt mondjuk, hát akkor ez a szövetség nekünk nem adja meg azt, amit mi szeretnénk, akkor csináljuk nélkülük, és akkor csak rajtunk múlik azt, hogy na most akkor állattenyésztés lesz, vagy mondjuk búzát termesztünk. Ez a nélkülük, ez valami fajta olyan, lehet, hogy vissza fogja utasítani, de valami fajta olyan külön utasságot jelent, mint mondjuk Észak-Korea, tehát teszünk mi a világra, mi majd magunk megoldjuk, vagy pedig egy másik szövetségi rendszerhez tartozást. Amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor szerintem ez az Európai Ház egy nagyon biztonságos kis menedéknek tűnt. És akkor mi is azt mondtuk, hogy lépjünk be. Bár mindenki tudta, hogy lesznek vesztesek és nyertesek, akkor azt mondtuk, hogy igen, kérjük a kormányokat, hogy legyen több nyertes, és tegyen meg mindent, hogy a vesztesek száma kevesebb legyen. De nem ez történt. A vesztesek száma nagyobb. Most közben eltelt 10 év. Ez a ház már nem ugyanaz. Ezt a házat azóta nem újították fel, nem tatarozták. Ez a ház kezd roskadozni. Hát látjuk, hogy minden nap hogy kínlódnak az európai országok vezetői. És mi a megoldás? Hogy legyen több Európa, koncentráljuk, nagyobb pénzügyi fegyelem. És amikor már az sem megy, akkor menjünk neki Ukrajnának, menjünk neki Oroszországnak, hódítsunk meg új piacokat. Ennek pedig csak egy eszköze van, a háború. És nem véletlen, hát itt voltak most a külügyminiszterek Budapesten a Martonyi meghívásán. Mit mond a Schwarzenberger volt cseh külügyminiszter, hogy több fegyvert, fegyverkezzünk, és akkor háborúzzunk. Hát mi lesz ennek a... Az, hogy ezt a közös európai házat, ezt lehetne renoválni, tatarozni, szerintem azzal nagyon sokan egyetértenek, hogy hova lehetne innen átköltözni, azt szerintem senki nem látja. Azok a kispénzű emberek, akik ott állnak és hallgatják önt, azok vajon tisztában vannak azzal, hogy amiről ön beszél, az azt jelenti, hogy megszűnik az Európai Unión belüli munkavállalás lehetősége, megszűnne a tanulás lehetősége. Nem ismerek ma olyan magyar családot, akinek valaki ilyenet dolgozna, vagy tanulna az Európai Unióban. Én azt mondom, hogy Magyarország a 20. században legalább 2 integrációban volt a II. Világháború előtt. Az osztrák-magyar monarchiában kitartottunk az utolsó percig, mert azt mondtuk, hogy ez rohadtul jó, és mit fog szólni a magyar nép, hogyha kilépünk. Aztán utána jött az első világháború, és belebuktunk. Aztán kitartottunk Hitler mellett a németekkel való lényegében integráció, az utolsó percig, és belebuktunk. És mind a két alkalommal rájöttünk, hogy van élet azon kívül, hát lehet egy más irányt venni. Mellettünk tessék megnézni, fölnő az Euró-Ázsiai Gazdasági Szövetség. Ez nagyobb, mint az Európai Unió együttvéve, és potenciálisan több ereje van, mint ami az Európai Uniónak van. Kína, Putyin és mondjuk Kazahsztán felé nyitna?
Hát nézze, ami ma látunk Oroszország, Belorusszia esetében, Kazaksztán esetében is, az egy nagyon komoly integrációs akkor lehetőség. Akkor a Fidesz politikájával tulajdonképpen most egyetértem. Hát az történik, a Fidesznek amit... azzal a részével, hogy keletre kell nyitni, én minden tekintetben egyetértek és támogatom. Ez egy nagyon jó dolog. Hát azért Kínát nehogy már leírjuk, ne csak egy ilyen esetenkénti gazdasági partnernek tekintsük. Kína pont az euróázsiai rendszeren fog majd bekapcsolódni ebbe a rendszert. Nem lehet úgy csinálni, hogy ez nincs, ez fölnő mellettünk. És létrejön egy reális választási lehetőség. És addig kell választanunk, amíg lehet. Azt hiszem, ezt sose gondoltam volna, hogy egyszer itt összeér mondjuk az orbáni politika a munkáspárt politikájával. Összeérezteti ezt a két dolgot, de nem ez a lényeg, hogy én is azt mondom, meg Orbán Viktor is ugyanazt mondja. A lényeg az, hogy a világban Magyarország érdekeinek megfelelően kell cselekedni. Mi azt mondjuk, hogy amíg nem késő, addig gondolkodjunk. Nehogy ránk komoljon ez a ház. És ha lehet belőle menni, akkor menjünk és keressünk egy másik házat, ami több biztonságot ad annak a sok millió embernek is, akinek a sorsáért. Én még folytatnám, de már kiabál velem a szerkesztő. Köszönöm szépen, itt a vége.